angol gyermekdalok adják a keretét annak a foglalkozásnak, amit Blue Mária tölt meg játékokkal, érdekes hangszerekkel és élményekkel. A zenén keresztül életre kelteni a nyelvet a gyerekek számára, ez a célja a foglalkozások vezetőjének, aki közel 20 évig élt külföldön, először Angliában, majd Szingapúrban. Blue Mária úgy véli, a dalok a különféle játékokkal összekötve élményszerűvé teszik az angol nyelvet. Amikor elvégeztem itt Kecskeméten a tanítóképzőt, én utána kimentem külföldre, nevezetesen Angliába, és én ott kezdtem angolul tanulni, illetve itthon is tanultam, de mint oly sokan, én is szerettem volna tökéletesíteni az angol tudásom, és utána majdnem 20 év elteltével most jöttem haza a kis családommal. Van egy angol férjem, akit hazahoztam, és két nyelvű gyermekem van. Blue Mária már külföldön is tartott zenés foglalkozásokat. A muzsika kamaszkora óta fontos része az életének. Mindig nagyon szerettem zenélni, és tinédzser korszakban kaptam magamhoz a gitárt, úgyhogy én onnan eredeztetem ezt a zene szeretetét. Kint kezdtem el ezt a Music with Maria foglalkozásokat csinálni, nevezetesen mi Anglia után Szingapúrba költöztünk, és ott kezdtem el egy magánvállalkozást. Ott találkoztam rengeteg nációval, és mivel Szingapúrban angol volt a hivatalos nyelv, ezért angolul kezdtem a Music with Maria-t is. Láttam azt, hogy a gyerekek, mivel a saját gyermekeimről van szó, mennyire fogékonyak egy másik nyelv iránt. És ez a muzsika összekötve a nyelvvel, meg az összes többi hangszerrel, amit hazahoztam, ez így megkönnyíti, élményszerűvé teszi, élményé teszi az angolt. És szinte észrevétlenül veszik fel azokat a kifejezéseket, amit szerintem később is fognak rá emlékezni majd. One mouse. Two mice. I got four. Three mice. Zsófit, aki márciusban 3 éves lesz, édesanyja már harmadik alkalommal hozta el a foglalkozásra. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy már ilyen pici korban megismerje az angol nyelvet, és szerintem szóban a legfontosabb a hallás utáni tanulás, és ez pont ezt adja nekünk játékosan. Úgy gondolom, hogy az angol az egy világnyelv, hogy manapság már nem engedhetjük meg magunknak, mi felnőttek sem, hogy csak magyarul beszéljünk, és szerintem 3 évesen, aki már magyarul tud, itt az ideje, hogy egy picit ismerkedjen játékosan az angol, és amikor már iskolába kerül, akkor már nem lesz neki idegen, én úgy gondolom, legalábbis remélem, hogy sokkal könnyebben fog menni neki a tanulás. The mouse ran out the clock struck four, made a four. Shall we do four? One, two, three, four! Very good! A másfél éves Mira már otthon is énekli a foglalkozásokon hallott dalokat. Az elmúlt hónapok során észrevétlenül tanulta meg az angol kifejezéseket. Mi körülbelül 4 hónapja járunk már. Úgy látom rajta, hogy ő is nagyon szereti, szeret közösségbe járni. És ugye így angolt is tanul egy kicsit, ami ugye előnyt jelent majd neki később, hogyha iskolába megy, hogy hát ha akkor könnyebben veszi majd az akadályokat, és megszereti. És már otthon is látom rajta, hogy magától elkezdi énekelni a dalokat, és az volt nekem egy ilyen pozitív visszajelzés, hogy akkor jó helyre járunk. Amikor elkezdi valamelyik dalból egy-egy mozdulatot, akkor elénekeljük, és utána még mondja, hogy még, hogy még egyszer énekeljük. Where is Mira? Where are you? Peek-a-boo! Here you are, and how do you do, good girl? Blue Mária szerint a legkisebbeknél is el lehet kezdeni az ismerkedést az angol nyelvvel, ilyen játékos formában. Az egyes alkalmakon sok érzékszervet bekapcsol, ettől is jobban rögzülnek a kifejezések. Mindig van egy ilyen kerete a foglalkozásaimnak, tehát az elején mindig két dalt ismételgetünk, és nagyon tudják, hogy most ez következik, és amikor elteszem a hangszert, akkor mit fogok elővenni. Én változatosan pörgetek ilyen 40-50 nursery rhyme, tehát ilyen gyerekdalokat,
és mégis tudják azt, hogy mi a menete a foglalkozásnak, és a buborékokat nagyon szeretik, tehát az mindig van a buborék a foglalkozásomon. Nem csak dobbal, hanem szilofonnal, szétszedhető szilofonnal, ritmusbottal, kazúval, sokféle hangszerrel dolgozom, és nagyon szeretik. Komplex foglalkozás, úgyhogy nem csak a nyelv a cél, hanem ugye mivel muzsikával dolgozunk, ez sokféle más területet is fejleszt. A foglalkozás eddigi legfiatalabb résztvevője mindössze 4 hónapos volt. Blum Mária szerint akár már ilyen fiatal korban is el lehet kezdeni az ismerkedést az angol nyelvvel, ilyen játékos formában, sok muzsikával színesítve.